Konzervekkel és tisztítószerekkel van tele az asztal a nyíregyházi gyermekjóléti központban. Ez a szállítmány nemrég érkezett a Magyar Élelmiszerbanktól adományként. A raktárban pedig egy zsák plüss játék várja, hogy rászoruló gyermekek arcára mosolyt varázsolhassanak. Idén már október közepétől gyűjtik a karácsonyi ajándékokat a központban. Korábban is gyűjtöttünk természetesen folyamatosan ajándékokat, de 2016 óta működünk így ebben a szervezeti formában, mint Család és Gyermekjóléti Központ, és nagyon fontos számunkra mindaz az adomány, amelyet a családoktól, egyénektől, esetleg vállalkozóktól kapunk. Ez a tavalyi évben azt jelentette, hogy kb. 400 családnak tudtunk ajándékot adni, és ez nagyon fontos, mert ezek a családok általában így tudják megoldani az ajándékozást, és így juthat nagyon sok gyerekhez ajándék. Olyan játékokat várnak, amelyeket bárki szívesen adna a gyermekének. Fontos, hogy ne leselejtezésre használják ezt a lehetőséget a családok. Tini lányok részére pedig akár kozmetikai szereket is szívesen fogadnak. A gyűjtés központja idén is Nyíregyháza, az adományokat azonban a járás különböző településeire is eljuttatják. Korábban ezt egy ilyen decemberi karácsonyi ünnepség keretében adtuk át a családoknak ezeket az ajándékokat. Most sajnos ezt a járvány miatt nem tudjuk megtenni, kivisszük a családokhoz az összegyűjtött ajándékot. Bár a plakát szerint a karácsonyi adományokat 2021. december 11-éig fogadják, a felajánlásokat utána is bárki beviheti a május 1-téri Család és Gyermekjóléti Központba.